Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Önök most a Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják. Tekintsék meg mai műsorajánlónkat. Kedves nézőink, most aktuális kérdések című heti magazin műsorunk következik, melyben levetítjük önöknek dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úrral készített interjúnkat. Tartsanak velünk! Kacag számára egy kitörési pont, egy nagy lehetőség az, hogy a milánói világkiállítás magyar pavilonja ide kerül, és gazdagíthatja a város kulturális művészeti kínálatát, egy elsőrangú látnivalóval is gazdagabbak leszünk. Ez a milánói pavilon annak idején a világkiállításon az egyik leglátogatottabb, legnépszerűbb létesítmény volt, folyamatosan sorban álltak az emberek azért, hogy a programokon részt tudjanak venni, és egy kormánydöntés hagyta jóvá azt a pályázati eredményt, amelynek köszönhetően Karcagra kerül ez a jeles építmény. Én most nem akarok foglalkozni azzal, hogy a sajtóban ezt ki hogy ítéli meg. Szerintem fontos, hogy általa a város gazdagodik, Karcag egy jelentős középülettel dicsekedhet majd, és a strandhőd idővel szemben az egyáltalán nem pusztaságnak tekintető Erzsébet-ligetben egy szabadidő eltöltésére alkalmas park kerül majd kialakításra, ott lesz majd a milánói pavilon, mellette rendezvényterületek lesznek, és megnyílik a lehetőség egy újabb hotel megépítésére, egy új szálloda megépítésére is. Így munkahelyek jöhetnek létre, a város vonzereje növekszik, az életminőség javul. Ezért is némileg értetlenül áll az ember bizonyos kritikák előtt, hiszen jól tudjuk azt, hogy itt Karcagon minden fejlesztést meg kell becsülni, minden beruházásra szükség van, és minden munkahely értékes kincs, amely a karcagi családok megélhetését teszi lehetővé. Én azt javasolnám azoknak, akiknek nem tetszik ez a beruházás, hogy lehetőleg ne ártsanak, hogyha már használni nem tudnak, hogyha nem tudnak a város fejlesztésében felmutatni olyan dolgokat, amelyek által a településünk előrébb tud haladni. Azt is látom, hogy van vita a tervező vagy ötletgazda részéről, nem ismerem az illetőt. Itt Karcag egy kormányhatározat által lett kijelölve, mint a milánói pavilon újraépítésének a helyszíne. Tudomásom szerint a magyar állam mindenkinek a miár azt kifizette, tehát hogyha valaki vitatja a pavilon építésnek a jogszerűségét, hogyha szerzőjogokat támaszt, vagy különböző igényeket fogalmaz meg, akkor a korábbi megbízójához kell fordulni, ebben az esetben semmiképpen nem Karcag városához. Karcag városa és a tervező, illetve korábbi kivitelezők között ugyanis semmiféle jogviszony nincsen. Ez nem is szükséges, hiszen a magyar állam mindenki irányába rendezte a tartozását. Az is egy nagyon fontos dolog, hogy a fejlesztés által további beruházásokra nyílik lehetőség, és azt a munkát folytathatjuk, amely megkezdődött a Deák körút, Madarasi út kereszteződésének a kialakításával, a Kun Millenniumi emlékműnek a megépítésével, utána a strandfürdő kempingje épült meg, a cédulaház felújítása megtörtént, a kórház felújítása is megtörtént, tehát a városnak tépitekkel ellenben ez az egyik leggyorsabban fejlődő, leglátványosabban fejlődő része. És én bízom abban, hogy ez így is lesz, hiszen egy település fejlesztésnek egy fontos területéről van szó. Nyilván a városok más része is megújultak az elmúlt években. Elég arra gondolni, hogy a főtér szinte teljes felújítása megtörtént, a Dérinné, a Városháza és a Kisvöldek között is új iskola tömbbe épült, most egy műves futballpálya. Tehát van egy folyamatos városfejlesztési munka, a Cserhát Kft. Székháza készült el, megújult a vasútállomás, egy felüljáró és egy aluljáró készült el, tehát ezekbe a városfejlesztési lépésekbe illeszkedik ez a munka, és jól tudjuk azt is, hogy erre a területre még egy sportcsarnok építési igénye is megfogalmazódott. Nyilván ezek 5-10-15 éves munkák, de általuk megélhetési lehetőségek jönnek létre, illetve az életszínvonal is gyarapodhat. Ebbe illeszkedik a milánói pavilon, amely azt hiszem, hogy a település dísze lehet és az ide érkező turisták számára elsőrangú látványosság. Folyamatban vannak a munkálatok, megérkeztek a milánói pavilon használható részei, ezeknek a szakszerű betárolása is megtörtént. Nyilvánvaló, hogy más jellegű épületről van szó, hiszen ott egy
kiállítási pavilon, egy ideiglenes épület volt, ezt kell majd itt megfelelően újra tervezve, végleges formában megépíteni ahhoz, hogy hosszú időn keresztül láthassa el azokat a funkciókat, amelyek a eredeti tervek szerint is kulturális, művészeti, illetve sport rendezvényekre tették alkalmassá az épületet. Én bízom abban, hogy a milánói pavilon, itt Karcagon, már karcagi épületként a településnek egy dísze és kellemes színfoltja lesz, Karcag kincse, hiszen az önkormányzat által bölcsen megfogalmazott program ezt tartalmazza. Számomra meglepő az, hogy van olyan önkormányzati képviselő, vagy olyan parlamenti képviselő jelölt, aki olyan kevéssé tájékozott a helyi ügyekben, hogy nem tud ezekről a tervekről, illetve tájékozatlanságot igyekszik érvei mögé felsorakoztatni, mint egy mencsvárként, hiszen meggyőződés, hogy mindenki a kellő információkhoz hozzá tud jutni, tud tájékozódni, erre megvannak az önkormányzati fórumok, illetve a kormányhatározat is nyilvános, hozzáférhető. Kedves nézőink, most pedig az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek. Köszöntöm nézőinket, a György István Nagykor Múzeumban dr. Nagy Molnár Miklós igazgatóral beszélgetünk, hiszen készül egy új könyv. Mi is ez pontosan? Én is köszöntök nagy szeretettel minden kedves tévénézőt. Igen, a Kiskunhalasi Múzeum azzal az ötlettel fordult felénk, a Torma János Múzeum, azzal az ötlettel fordult a Jászkunság Múzeumaihoz, hogy adjuk ki újra, illetve először tulajdonképpen, mert így egy teljes terjedelmében még nem jelent meg, a Pencféle összeírás, ami 1699-ben készült, és ami ugye megalapozta a Jászkunság eladatását, ami ugye tovább vezetett a redemcióhoz, és ez teljes kihatással volt az egész 18-19. Századi Jászkunság történetére. Tulajdonképpen ebből az összeírásból már számos részlet megjelent, hol a Kiskunságban, hol a Nagykunságban, hol a Jászságban, mert mindenkit érintett. Ez az összeírás azt volt hivatva szolgálni, hogy feltérképezze az egész Jászság, egész Nagykunság és a Kiskunság, tehát a hármas kerület területét, hogy megnézze, hogy mennyi ember van, mekkora területről van szó, hogy lehet adót szedni, kitől lehet adót beszedni, mert ugye a török elleni háború nagyon sok pénzbe került, és a kamara költségvetése üres lett, illetve a kamara teljesen üressé vált, ezért ekkor történt meg az, hogy ugye 1702-ben eladták a Jászságot és a Kunságot, a két kunságot, mert megállapították, hogy ez a terület tulajdonképpen alig tartal, ezen a területen alig vannak emberek, viszont jó terület, és ezt el lehet adni. Hát persze ez az, amiben nem nyugodott bele sohasem a hármas kerület, és ugye ennek következménye volt az 1745-ös redemció, amikor ugye, tehát 40 évig küzdött azért, hogy visszaváltsák, mert ugye földesúri függésbe kerültek 1702-be. Ez az összeírás tehát, ez volt az alapja annak, hogy megállapították, hogy mennyibe kerül ez a terület, mennyi pénzt lehet kérni érte, ugye ez az 500 ezer rajnai forint, amit a kamara kívánt nyerni. Ebben az összeírásban a bizottság végigjárta tehát a hármas kerületet, és ebben az összeírásban írja le, hogy milyen települések voltak, tehát a 18. század elejé település szerkezetről tudjuk. Tudunk, hogy mely települések voltak, hogy milyen néven illették akkor őket, melyek voltak lakottak, melyek voltak már pusztás területek, és azokon a területeken, hogy azok hogy néztek ki, azokon a területen kik voltak a lakosok. Tehát minden városnak, minden településnek egy névsorát is leközölte, hiszen fontos volt az adózás szempontjából, hogy kiket lehet majd adóztatni. Tulajdonképpen tehát a Kiskunságban, tehát Kiskunhalason kezdődött el, ott merült fel ez ötletként,
Tehát a Kiskunhalasi Múzeum az ötletgazda, illetve a főkiadó, és társkiadóként a Jászberényi, a Kiskunfélegyház és a Karcagi Múzeum társult. Ez azt jelenti, hogy ez a könyv tehát most november végén fog valószínűleg megjelenni. Gyűjtünk aláírásokat, illetve előfizetéseket. Aki szeptember 30-áig a Karcagi Múzeumban, illetve bármely múzeumban befizeti a 2500 forintos pénzt, előfizetési díjat, átutalja, csekken fizeti, vagy személyesen fizeti. Adoknak a nevei ugyanúgy benne lesznek a könyvben, hátul az előfizetők névsorában, mint ahogy ez szokott már a hagyományos őrzőkiadványoknál lenni. Ez a kötet ugye egyrészt írásban fogja, tehát papíralapon fog megjelenni, de lesz egy DVD melléklete, amelyen a régi térkép is rajta lesz, illetve a régi névsor, mindegyik település névsora rajta lesz. Azt gondolom, hogy akkor ez azért is fontos, hogy a redemptus családok ezt emlékbe el tudják tenni. Igen, pontosan alapvetően innen, hogyha valaki a családfáját kutatja, akkor ez azt jelenti, hogy egészen, hogyha megtalálja az őseit az 1699-es összeírásban, akkor egészen biztos, hogy az már az ő családja itt volt. Ugye egyrészt már ez a névsor Karcagra vonatkozóan megjelent annak idején a Jászkonság összefogása című kiadványban, amikor ugye az egész nagykonság az összes településnek a redemptus névsorát megjelentette az Őrsi Úr Janna kötet, által szerkesztett kötet, és tulajdonképpen azóta ilyen névsor nem jelent még meg. De akkor tulajdonképpen ez egy hiánypótló mű, és a családok számára is sokat fog jelenteni, de hol lehet majd megvásárolni? Tulajdonképpen valóban hiánypótló mű, mert eddig csak zárt, tehát kutatók fértek hozzá leginkább ezekhez a nevekhez, illetve ezekhez a dolgokhoz. Most pedig ugye közzé tesszük, teljes egészében közzé lesz téve az anyag, természetesen magyar fordításban, és hogy hol lehet kapni, a múzeumokban lehet majd Kiskunhalason, lehet kapni a Jászberényi Múzeumban, lehet kapni a Kiskunfélegyházi Múzeumban, és itt majd a Karcagi Múzeumban is. Akkor, hogyha vissza fogunk jönni, akkor már be is tudjuk mutatni ezt a kötetet, addig pedig jó munkát kívánunk. Köszönöm szépen, úgy néz ki, hogy november végén meg lesz, és tervezünk egy könyvbemutatót is majd természetesen. Köszöntöm nézőinket, András István, a Nagykunvízi Csatornamű Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgettünk ezen a gyönyörű napos időben. Egy picit beszéljünk arról, hogy hogyan is zárták az első 9 hónapot, hiszen a főszezon az lezárult. Tisztelettel köszöntöm én is a kedves nézőket. Hát az első 9 hónapunk azt mondom, hogy nagyon jól sikerült, hogy adatokat is mondjak, tehát a fürdő szolgáltatás területén több mint 10%-kal növekedett meg a látogatottságunk, a kereskedelmi szálláshelye meg több mint 30%-kal. Tehát jó szezon zártunk, hát ez kellett azért a időjárás támogatása is. Voltak azért nagy rendezvények, melyen mi is itt voltunk évközben. Ezek hogy sikerültek? Jól sikerültek, tehát mind a tavaszi kezdő programunk, a Országos Nyugdíjas Művészeti Találkozó, akkor a másik fő lényeges rendezvényünk az Akácliget napot, volt egy kis időjárásbeli problémánk, de ettől függetlenül azt is sikeresnek tartom, illetve ősszel, vagy őszi kezdésnek, vagy nyári végi rendezvénynek mondanám a Mataras Találkozót, amely nagyon jól sikerült, tehát ott is majdnem több mint 1300-1400 fő közötti létszámmal volt. Akkor azt gondolom, hogy sokan eljöttek ebbe a fürdőbe, de beszéljünk az utószezonról, hiszen lezárult a főszezon. Ilyenkor van-e valamilyen kedvezmény a látogatóknak? Igen, vannak nyári áraink és téli áraink, tehát a napi egy ár az olcsóbbra kerül, mint a nyári szezonban. Tehát akkor biztatunk mindenkit arra, hogy jöjjön ide télen is, hiszen a fürdő a 365 napban nyitva van. Milyen kedvezmények vannak még, amelyeket igénybe vehetnek? Hát kedvezményesen több konstrukciónk van, tehát van ilyen, hogy wellness csomag, ezt az ártábláinkon a honlapunkon meg tudják nézni, meg illetve a pénztárnál ki van rakva.
és ettől függetlenül még tehát lesznek olyan kedvezmények, hogy továbbtartó nyitvatartás, tehát ugyanazért az árért minden pénteken, egy-két alkalom kivételével, éjfélig éjszakai fürdőzést rendezünk itt, mind a kültéri medencékbe, illetve a beltéri medencéket is igénybe lehet majd venni. Meddig mennek az összes kültéri? Hát gondolom ez is időjárás függő. A kültéri medencék közül a Gyógy 1, Gyógy 2-es medence, most még a Gyógy 3-as medence, a régi retro medencét, amit Gyógy 3-as medencének hívunk, az még október elején, az időjárástól függvényében még menni fog. Mit tudunk még elmondani, mi minden van még, amit a cég csinál, hiszen mindig csak arról beszélünk, hogy a fürdőben mi minden történt és milyen szezont zártak, de a KFT-hez azért más feladatok is tartoznak. Igen, a Nagykonvíz és Hatalomű KFT-nek tulajdonképpen a fő tevékenységek köre fizikai közérzetet javító szolgáltatás, amely tulajdonképpen a fürdőt takarja, ezen kívül van még akkor a kereskedelmi szállásaim, amit az imént említettem, de ezen kívül még tehát csatornaépítéseket végzünk, akkor egyéb vízi közművek, ez tartozik, amit így mondanám, hogy nem ivóvíz jellegű, de ettől függetlenül kútból kitermelt vízellátás. Itt a külterületre gondolok, akár Magyarka vagy Tilalmas például, akkor tápvezetékünk van hőellátásban, amely most kerül majd beüzemelésre már élesbe. Szerettem még olyan nagyobb rendezvény, fiatalabbakat, idősebbeket. Tulajdonképpen a következő rendezvényünk a Magyar Fürdőkultúra napja lesz, amelyen a gyógyászati részlegnek a bemutatása a fő irányvonal, ami azt jelenti, hogy napközben a gyógyászati részlegünkön meg lehet tekinteni magát az egész gyógyászatot. Ott a kollégáim majd elmondják, hogy milyen kezelések vannak, sőt, hogyha valaki ki akarja próbálni, még azt is meg lehet tenni. Ez mikor lesz? Október 14-én. Ez fürdőbelépővel vehető igénybe, vagy az utcáról, hiszen a maga a gyógyászat az különálló a fürdőbejárattól? Mivel különálló, tehát a fürdővendég az eleve megveszi a jegyet, tehát akkor az átmehet, de a utcáról valaki bemegy, akkor ő is meg tudja nézni, és akkor tájékoztatják majd a kollégáim, hogy milyen ténykedések mennek ott. És egyébként mennyire keresik a gyógyászatot, hiszen állandó orvos van, ez azért gondolom sokat jelent. Sokat jelent. És azt mondom, hogy ebben az évben is, tehát jól teljesített maga a gyógyászati ágazat, hát majdnem 100%-os, de ettől függetlenül még várólista nincs, még nyitvatartási időt nem kellett ott meghosszabbítani, természetesen, hogyha még több jelentkező lesz, akkor majd átalakítjuk ezt a struktúrát. Elindult a tanév, gondolom folytatódnak az úszásoktatások is. Igen, úszásoktatások, tehát itt a helyi iskolák, a tornaórák, de nem csak a helyi iskolák, hanem például ma is azt hiszem, hogy a Bucsa iskola jön, de ettől függetlenül Püspökladányból is járnak át, Madarasról is, hát mikor milyen lehetőség van az ő részükre, meg ezen kívül mennek még az úszásoktatások, amely külsősök végeznek, itt gondolok a gyermekeknek a edzésére, illetve ma még babaúszásoktatás is, és azt is majd gondolom, ezután hirdetésekben majd látni fogják, hogy mikor is hol. Hát akkor mi sokáig ilyen gyönyörű időt kívánunk Önöknek, és hát azt, hogy sikerüljön a szabadtéri programokat még megvalósítani. Jó, hát köszönöm szépen. Esetleg még annyit mondanénk el, hogy azért van egy újdonság nálunk. A honlapunkon van a Google Maps, amely tulajdonképpen virtuálisan is körbe lehet nézni a fürdőbe, illetve a kereskedelmi szállásain. Ez egy plusz, ezért szerettem volna még ezt elmondani. Köszönöm szépen. Köszöntöm nézőinket Fülöp Ilonával, a Csokonai Könyvtár csoportvezetővel beszélgetünk az őszi könyvtári napokról. Hamarosan indul a programok, mit kell tudni az idei programokról? Szeretettel köszöntöm a tévénézőit. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében 2017-ben is megrendezésre kerül a hazai könyvtári rendszer legátfogóbb és több mint egy évtizedes múltra visszatekintő programsorozat az Országos Könyvtári Napok. A hazai könyvtárok összehangolt működésének és társintézményekkel együttműködve próbálunk minél több programot szervezni a könyvtárlátókkal,
látogatóinak. Arra törekszünk, hogy a hét során középpontba kerüljenek, és mindenki számára hozzáférhetővé váljanak ezek a programok, hogy olyan könyvtárlátogatókat is bevonzunk az intézménybe, akik nem rendszeres látogatói a könyvtárunknak. Gondolom, hogy van egy országos központi program, de mindig igyekeznek a helyi igényekhez igazítani ezeket a programokat. Mivel várják most az olvasókat, kicsiket, nagyokat? Igen, mi is próbálunk a helyi igényeknek megfelelni. Iskolai könyvtáros munkaközösségünk már több éves múltra tekint vissza, és így mi mindig az országos könyvtári napok rendezvény keretében szervezünk egy szakmai napot is a részükre, ami most a Karcagi Nagykun Református Gimnázium könyvtárába kerül megrendezésre, ahol megtekinthetjük a könyvtár muzeális könyveit, és erről lesz egy előadás a könyvtáros kolléganővel egyetembe. Következő programunk október 3-án 16 óra 30 perckor a Népmese napja, ahol meghívott vendégeink mondják el gyerekkori kedvenc meséit, esetleg a gyermekkoruk néhány szót. Az utána következő rendezvényünk, amire már tavasz óta készülünk, ez a Nyári Krisztián íróolvasó találkozója, ami október 4-én szerdán 16 óra 30 perckor kezdődik, amelyre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. És még lesz egy nagyon jelentős könyvbemutatónk, Fejes Lászlónak az Új utak című könyvének a könyvbemutatója, ami ugyan kicsit túlnyúlik az országos könyvtári napok rendezvényén. Ez október 10-én lesz 16 óra 30 perckor. Akkor én azt kívánom, hogy kicsik nagyok jöjjenek, és vegyenek részt sokan ezen a rendezvényen, és hát azt, hogy minél több új olvasója legyen a könyvtárnak. Mi is köszönjük szépen, és várunk mindenkit a programsorozatunkra. Az előzőekben már hallottunk néhány programot, de Szabó Péterné gyermekkönyvtárossal arról beszélgettünk, hogy bővebben mit kell ezekről tudni, hiszen a kedvenc meséket mindig szívesen jönnek el olvasni, óvónénék, közéleti személyiségek. Gondolom most sem volt nehéz megnyerni rá emberkéket. Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a Karcag TV nézőit is, és valóban nem az első alkalom, hogy a Népmese napját itt a könyvtárban megrendezzük. Benedek Elek születésnapja nem csak nekünk ünnep, hanem minden mesét szerető gyereknek és felnőttnek is. És évek óta, most már rendhagyóan azt merem mondani, a Népmese napját itt a könyvtárban úgy ünnepeljük, hogy közéleti személyeket hívunk mesélni, de hát elsősorban olyan embereket, akik nem arról híresek, hogy mesélni szeretnek, tehát igazából a sportolókat, aztán olyanokat, akik az egészségügybe dolgoznak, és tehát olyan embereket, akik találkoznak ugyan gyerekekkel, de nem mindig a mese kapcsán. És most talán egy kicsit többet megtudunk róluk. Ez izgalmas történet, egyébként az emberi történetek, hiszen az hét további napja is erről szólnak, ezek az emberi történetek mindig érdekesek, és mindig érdekli az embereket azért az, hogy a környezetünkben, akik élnek, nem csak egy oldalról szeretnénk őket ismerni, hanem több oldalról is. Legyen meglepetés a névsor, hiszen azt gondolom, hogy akkor többen eljönnek és meghallgatják, hogy kik lehetnek azok, akik idén egy picit mesélnek gyerekkorukról és kedvenc meséket is elmondják. Nyári Krisztián a következő program, róla mit kell tudni, hogyan kerül ő Karcagra? Nyári Krisztián nagyon kedvelt most az olvasók körében. Ő irodalomtörténész, de ugyanakkor könyvkiadónak, kreatív főmunkatársa, és nagyon-nagyon népszerűek a könyvei. A könyvei az Igazi hősök, illetve hát az Így szerettek ők 1-2, ezek a kötetek voltak, amivel ő berobbant egyáltalán az irodalmi köztudatba. Én magyar szakos tanárként azt gondolom, hogy az életrajzokkal kapcsolatosan nagyon ellentmondásos és nagyon megosztó a magyar tanárok véleménye is, már az a tekintetben is, hogy kell-e egyáltalán tanítani, vagy nem. Mi még tanultuk, mi még nagyon kötelezően tanultuk. Volt, aki szerette, volt, aki nem. De igazából én is azt gondolom,
magyar szakos tanárként is, hogy nagyon-nagyon nehéz egy-egy költőt, most itt Adira például gondolok, hogy egy-egy verset úgy megérteni, hogy az háttérről semmit nem tudunk. És ha ez a háttér még érdekes is, és egy kicsit olyan ember írja át nekünk, mint Nyári Krisztián, aki stílusában irodalmár és irodalom szerető ember, akkor ez egy nagyon-nagyon érdekes történet. Én azt gondolom, hogy az olvasók többsége ki van hegyezve egyébként arra, hogy emberi történeteket hallgasson. Én a filmekben is azt szeretem, hogyha az van a végén kiírva, hogy valós történeten alapult. Nem vagyok egyedül. Tehát én, mint könyvtáros azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül, nagyon sokan ezt szeretik, és Nyári Krisztián történetei ilyen történetek. Gondolom, hogy személyesen majd sok-sok mindent el fog mesélni ezeknek a kis kulisszatitkairól is, de beszéljünk a Fejes László könyvről, hiszen azért már több alkalommal voltunk, nem ez az első kötet a szerzőnek. Mit kell tudni erről a legújabbról? Fejes László negyedik kötetét fogjuk most bemutatni. Ott zárult le az előző év, hogy Laci bácsi írt egyfajta önéletírást. Ez az önéletírást viszont akármelyikünk ezt megtenné, hogy tesz egy önéletrajzot az asztalra, nem kerülheti ki azt a környezetet, amiben élt. Ő nagyon sok, 40 évig volt a mentősök szolgálatában, tehát ezt az időszakot szerintem ő nem is lehet kikerülni egy önéletírónak, és most ez a negyedik kötet azzal kezdődik, amikor a kisfejes Lacit, aki végül is úgy dönt, hogy nem akar katolikus pap lenni, hanem ott hagyja Egerben a képzést, és elindul egy teljesen más úton, mert valami azt súgja neki, hogy az embereken akar segíteni, de egy másképpen, mint ahogy azt egy pap megteheti, és a mentőknél találja magát. És azért abban is, az is benne van, hogy ezekben az években hogy lehetett valaki mentős, mennyire korán esett a mély vízbe, vagy mennyire nem. Én úgy gondolom, hogy ma, amikor azért a mentősökkel kapcsolatosan, meg az egészségügyel kapcsolatosan nagyon sok kérdés vetődik föl bennünk, hogy a szakmaiságukat illetően, hát akkor is vetődhetett volna fel, és mégis helytálltak. Tehát azért ezt emberileg is megélni, hogy mi minden nem mehetett át egy 20 éves ember akkor, amikor lelkileg úgy gondolta, hogy ő ezt akarja csinálni, de szakmailag még nem kapta meg hozzá ezeket a képzéseket. Erről szól a könyv. És hát a különlegessége az, hogy már most az elmúlt években is megtaláltuk azokat az embereket, akik segítettek a könyv bemutatásában, ezek pedig a gimnazisták. És most is a református gimnáziumnak a tanulói egyfajta hangos játékkal fogják bemutatni ezt a könyvet, ez a meghívóhoz egyfajta érdekesség. Hát akkor reméljük, hogy sokan eljönnek, és akkor kifaggatják őt is a következő írásairól. Én azt kívánom, hogy legyen sikeres az idei őszi könyvnapok a könyvtár számára. Mi nagyon szeretnénk, ha sokan jönnének könyvtárba, mert emellett a két bemutatón kívül, vagy ezután, rengeteg új könyvünk van. Úgyhogy jöjjenek és válogassanak, és olvassanak. Köszöntöm nézőnket a Karcagi Katasztrófa Védelmi Kirendeltségen, Kovács Zoltán János tűzoltó főhadnaggyal beszélgettünk arról, hogy mit is tegyünk a fűtési szezon előtt, hiszen azért hamarosan bekapcsolják sokan a kazánokat, konvektorokat, tehát indul a fűtés október közepétől. Hogyan lehet erre felkészülni? Sok szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. Az igazság az, hogy a katasztrófa védelem már évek óta nagyon nagy energiát és hangsúlyt fektet arra, hogy a fűtési szezon megkezdése előtt a lakosság figyelmét felhívja arra, illetve mindent megtegyen annak érdekében, hogy a lakosság felkészüljön olyan szinten a fűtési szezonra, hogy az esetleges kéménytűz, vagy ne adj Isten CO, szénmonoxid szivárgás, mérgezéses káreseményeket elkerülje.
Ennek érdekében, ugye amit tanácsolni tudunk, hivatalosan október 15-től indul a fűtési szezon, azt szoktuk tanácsolni, hogy mindenképpen a tüzelőfűtő berendezéseket hozzáértő szakemberrel, lehetőleg a fűtés megkezdése előtt nézessék meg, illetve nagyon nagy hangsúlyt kellene fektetni az égés termék elvezetők, tehát a kéményeknek a tisztítására, és annak a lehetőségét megadni a kéményseprők számára, hogy ezt el is tudják végezni. Mindig problémát szokott jelenteni, hogy télen az emberek nem nagyon szeretnek szellőztetni. Télen is kell szellőztetni, mire figyeljenek? Így van, tehát gyakorlatilag ugye a friss levegő az nagyon fontos, nem csak azért, hogy az egészségünket egy kicsit tápláljuk ezáltal, hanem gyakorlatilag ugye a szénmonoxid az egy olyan alattomos gáz, mi ezt így szoktuk hívni, ami szintelen szaktalan, gyakorlatilag ugye nem lehet észrevenni, csak az adott esetben azokat az egészségügyi tüneteket, amiket produkálhat, és ennek megelőzése érdekében is fontos, hogy naponta akár többször is szellőztessünk, illetve ha ne adj Isten felmerül a gyanúja tünetek alapján, hogy itt szénmonoxid szivárgásra, mérgezésről lehet szó, akkor gyakorlatilag az első teendő az, hogy nyissunk ablakot és szellőztessük a szobát, hogy a levegő utánpótlása megtörténhessen. Azért voltunk már több alkalom olyan tűzesetnél is, hogy hősugárzóra tettek valamit, és elzárták az útját, és ettől gyulladt ki először csak a függöny, terítő, és utána pedig egy egész lakás. Hát igen, az az igazság, hogy erre is oda kellene figyelni, hogy azért ezekre az elektromos berendezésekre gyakorlatilag ugye ezek nem polcok, nem tartó szerkezetek, amin tároljunk, illetve ha működtetjük, akkor arra tanácsos odafigyelni, hogy olyan környezetben működjön ez, hogyha ha felügyelet nélkül hagyjuk, akkor se okozzon tüzet, ne történhessen belőle baleset. Itt azért még két mondatban csak utaljunk vissza arra, hogyha valaki hogyan tudja kiszűrni egy szénmonoxid lehervent a lakásban, hiszen a tünetek azok nagyon fontosak, ezt mondjuk el azért. Így van, gyakorlatilag, hogyha azt észleljük otthon, főleg ha többen vagyunk, akár kisgyermek, szülők, vagy a család részéről, hogy fejfájás, hányinger, ilyen viszonylag gyors lefolyású tünetek jelentkeznek, és ne adj Isten, nem csak egy főnél, hanem több főnél, akkor nem feltétlenül a vírusos időjárásra kell gondolni, hanem arra, hogy itt nagyobb probléma is lehet, és gyakorlatilag azonnal értesíteni a mentőket, illetve a tűzoltókat, és ahogy említettük, a szellőztetést mindenképpen meg kell kezdeni. Ennek a kiszűrésére, vagy megelőzésére inkább azt mondom, hogy az egyik legfőbb tanácsunk az, hogy szénmonoxid érzékelőt kellene beszerezni. Gyakorlatilag a katasztrófavédelem honlapján megvannak azok a szénmonoxid érzékelő márkák, típusok, amik az ellenőrzések során ugye megfeleltek az elvárásoknak, tehát jóvá vannak hagyva, meg azok a típusok is egy külön linkbe gyakorlatilag megtalálhatók, amit meg azért nem szabad megvenni, mert nem felelnek meg az elvárásoknak. Reméljük azért, hogy az idei szezon úgy fog véget érni majd valamikor tavasszal, hogy nem kell szénmonoxid mérgezéshez menni, hiszen sajnos azért mindig előfordul. Mi jó munkát kívánunk Önöknek! Köszönjük szépen, és bízunk benne, hogy a lakosság is meg fogja hallgatni az intelmeinket és a tanácsainkat, és ezáltal megelőzhetőek lesznek ezek a tragédiák. Köszöntöm nézőinket, Barát Lajosnéval beszélgetünk ezen a nagyon esős napon. Azt gondolom, hogy ez most egy picit rányomja a piacra is a bélyegét, de mik a tapasztalatok így iskola kezdés után, mennyire vásárolnak már nagy tételben? Szerintem, vagy legalábbis itt a csarnokban még nem vásárolgatnak. Bejött az iskolai szezon a kezdés, a paprika sem, a paradicsom leállt, nem tud érni befele, rájött a sok, tehát nincs napos idő rá. Úgyhogy szerintem még nem tárolnak be. És akkor mi várható, hiszen azért az árakat itt nézem, ezek azért a tavalyi árhoz képest is némelyik alacsonyabb, nagyjából ugyanott vagyunk, mint tavaly. Semmibe sem emelkedett szerintem az ár, ugyanott van. Az alma, a paprika, a paradicsom, várjuk, hogy elmúljon az eső, bár nagyon kell az eső a mezőgazdaságra, ezt tudjuk, de remélem utána beindul az őszi bevásárlás. Sok köves tapasztalat alapján azért úgy meg tudja satszolni, hogy körülbelül mikor kezdik elrakni a savanyú káposztát, a savanyítani valót, mikor veszik meg nagy tételben a burgonyát, a téli almát, tehát arra körülbelül hány hét múlva indul a nagyobb szezon. Szerintem folyamatosan, ha eláll az eső, most már fogják be savanyítani. A lapos káposztát, a magyart, nem a dán káposztát, azt viszont tényleg keresik, mert az a legjobb. Paprikában is, paradicsomban is, most már folyamatosan fogják.
Itt az előbb pont néztük, hogy a paprika is szentesi, tehát akkor ön is igyekszik inkább a hazai termelőktől vásárolni. Csak ők tőlük, igen. Nekem például nincs is, a szőlő is, az is magyar, tehát nem. Általában igen, nagyobb részben igen. És inkább megbíznak a vevők a magyar termékben, mint a külföldiben? Meg is bízzák, megkeresik is, szeretik, igen. Szentesi a paprika is rajta van a címe. És a paradicsomot is mondom, azért keresik, hogy annak tényleg paradicsom íze van. Rengeteget tettek el az idén, sokat főztek be, egyre jobban jön vissza a divatba. Kifőzni nagyon finom és olcsóbb sokkal. És ön hogy áll a befőzéssel és az árakással? Hát nagyon keveset raktam el, annyit amennyit a gyerekeknek, mert benne van az ember és egy-kettő mindig akar, de régen rengeteget raktam el, most már úgy lemarad. Tehát én azt kívánom, hogy az esős idő után azért legyen forgalom, és minél több vevő jöjjön önhöz. Nem szépen, köszönöm, viszontlátásra. Szabó Imrén éppen szőlőt vásárolt itt barát Lajosnénál. Milyen szőlőt választott, hiszen több fajta van? A magyar saszlát, igen. Azt szeretik a gyerekek és a család is, úgyhogy azt a magyart. És egyébként törekszik arra, hogy magyar terméket vásároljon? Persze. Lehetőség van rá a választás, akkor nyilván, hogy inkább magyart választok, igen. És volt-e ideje befőzni, rakott-e el valamit? Persze, savanyúságot és gyümölcsöt is, kertből, úgyhogy abszolút a magyar, és van csalamárdé, minden van. És fontosnak tartja akkor, hogy a saját termékeit fogyasszák? Hát igen, persze, hát ha lehetőség van rá, akkor nyilván, hogy azt. És mondjuk van kedvenc zöldséges, hát gondolom, hogy Irénkéhez azért sűrűn vásárol. Szoktunk jönni Irénkéhez, régi ismerős, úgyhogy ide szoktunk jönni, meg szép árúja van, friss, úgyhogy ide szoktunk jönni vásárolni. Köszönjük szépen! Szívesen! Viszlát! Kedves nézőink, most Háttér című magazin műsorunk következik. A hétvégén kutyakiállítást rendeztek a városban. Vendégünk Ferenczi Sándorné, kutyakiképző, kutyatenyésztő. Köszöntöm kedves nézőinket, a hétvégén rendezték meg Karcagon a CAC kutyakiállítást, a témával kapcsolatban mai vendégünk Ferenczi Sándor Néca néni. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó estét kívánok, örülök a meghívásnak, nagyon jó, szuper kiállításunk volt. Kezdjük azzal talán, Néca néni, hogy hogyan készültek erre a kiállításra? Hát erre a kiállításra már nagyon készültünk, nagyon vártuk. Végül is 475 kutya nevezés lett a végén, nagyon jó kiállításunk volt. Sokfelől jöttek, külföldről és környező városokból, nagyon sok szép kutya volt a kiállításon. Mekkora munka előzi meg, szervezői munka előzi meg ezeknek a rendezvényeknek a megvalósulását, lebonyolítását? Hogyan kell ezt elképzelni? Ugye már ez gondolom egy rendezvény naptárban van benne, tehát ugye a különböző versenyek össze vannak egy rendezvény naptárba szervezve. Mikor tudták meg, hogy ez a rendezvény megvalósulhat itt a városban? Hát ezt a rendezvényt egy évvel ezelőtt kaptuk meg a budapesti MEO-jétól, ezt az engedélyt, és ugye bizony nagy munka vált ránk, ugye nevezéseket fogadtuk, mi végül is a Ferenczi Andreához ment a nevezések, Fülöp Norbert az elnök úrhoz, és Cseppentő Lajoshoz, mert ő végül is Lajosnak nagyon sokat köszönhetünk, mert ő segített a katalógus készítésében. Kik voltak azok, akik még a segítségükre voltak? Tehát egy gyakorlatilag hány fős gárda szervezte ezt a rendezvényt? Hát végül is a vezetőségi tagok is segítettek bele. Név szerint is el tudom sorolni, ugye Fülöp Norbert elnök úr, Márki Klára a vezetőségi tag, Ferenczi Andrea a vezetőségi tag, Kun Laci vezetőségi tag, Federics Laci is vezetőségi tag, és ők is segítettek végül is Kun Lacinak és családjának. Itt meg is köszönöm szépen a finom birka pörköltet főzött ugye a bíró uraknak, meg a ugye segítők. Mink, akik ugye voltak a kiállítás, ugye sátorállítás, ugye a bírók mellett írni a bírálati lapokat,
úgyhogy köszönjük szépen nekik a fáradtságos munkájukat. Ez ugye a Lógerpályán volt megrendezve, a Zuglógerben. Mikor kezdtek el fizikailag készülni erre a rendezvényre? Már előző nap gondolom be kellett rendezni a pályát, vagy hogyan kell ezt elképzelni azoknak, akik nem voltak kint? Hát úgy kell elképzelni, mert végül is van egy nevezési határidőnk volt, hogy na, ugye október 7-én van a kiállításunk, és akkor mondjuk ezt szeptember végén lezártuk, ugye, hogy a katalógusba azért az a 470 kutya ugye belekerüljön, azért nem egy kevés kis munka, és ahogy ugye jöttek a nevezések, hát mint ahogy elmondtam, ugye Ferenci Andrea a legfőbben, és akkor Fülöp Norbert, meg ugye Cseppentő Lajos, ők, ugye ők hozzájuk mentek a nevezések, ők állították össze ezt a munkákat. És akkor eljött ugye a rendezvénynek az ideje, a kutya kiállításnak az ideje. Kezdjük talán azzal, hogy mit is jelent az, hogy CAC, tehát az a CAC, ez mit akar ez a... Ez egy országos kutya kiállítás, CAC ugye nevezésével. Hát ugye itt többféle vannak ugye beosztások, hogy kitűnő, akkor kitűnő egy HPJ, ugye, mert az emberek ugye három HPJ-t, ha megkapnak, akkor fiatal junior champion lesz a kutyájuk. Végül is, ha három cacot megkapnak, akkor már ugye HJCH, ugye akkor Hungária champion, és ugye ezért is jöttek el sok ember, mert lehet, hogy hiányzott nekik ugye ez az egy-egy bírálat, és akkor így ebben champion lett a kutyájuk. Mit jelent az, hogy egy kutya champion lesz? Ez egy rang, vagy esetleg ez azt jelenti, hogy ha mondjuk lesznek kölykei egy ilyen kutyának, akkor drágában lehet eladni, vagy mit jelent ez a cím gyakorlatilag a gyakorlatban? Hát igen, a kutyások meg a tenyésztői körbe forognak, ugye, mert szereti minden kutyatulajdonos, hogy végül is hírnevet szerezzen a kutyája. Uh-huh. És akkor milyen kutyákat lehetett nevezni? Tehát ugye azt mondta, hogy több mint 400 kutyával neveztek a kutyatulajdonosok. Milyen kategóriák voltak, hát, és milyen kutyákkal lehetett igen, nevezni? Igen, hát a bébi az 3-6 hónaposig, 6-tól 9-ig volt a kölyök, és akkor 9-től 18-ig volt a fiatal osztály, és akkor 15-től 24-ig a növendékosztály, és akkor 15-től fölfel a nyílt osztály. Na mondjuk ebben van olyan, hogy a munkaosztály, akinek van IPO egy munkavizsgája, az ugye mehetett munkaosztályba, a champion osztályba is mehetett, aki már ugye kutya champion, és akkor a veteran osztályba a 8 éves kor fölötti kutyák. És hogyan lehet fölkészíteni ezeket a kutyákat egy-egy ilyen kiállításra? Tehát hogyan kell a gazdának együtt dolgozni a kutyával? Mi az, amire figyelni kell? Hogyan kell felkészíteni őket? Hát igen, van velük munka, már saját ugye jó magam is, meg azért a kiállításra, akik eljönnek. Ugye nagy pont az, hogy a kutya fogát megmutatja szépen, leül, és akkor ugye meg kell mutatni a bíró úrnak, hogy a zárásra, meg azért száját kinyitni, ugye fogmutatás. Ezt én is ugye tanítom a kutyaiskolánkban, a Szivárvány utcán. Miért kell megmutatni a fogát a kutyának? Hát mert a bíró úr, ugye ez egy ilyen bírálat, hogy a foga jó legyen, szépen álljon, ugye a kankutyának megnézik a herét, ugye ezt most mondom, mert ez így van, és akkor ugye megnézi a állítását, a futását, ugye ez egy ilyen, a bíró úrnak ez egy ilyen szakmai, és akkor ezek közül választja ki a győztes kutyát. Hát van, hogy egy körbe van három kutya, négy kutya, és amelyiket ő szebbnek látja, az lesz az első. Előfordul olyan, hogy egy kutyát mondjuk először visznek versenyre, és nem csinálja azokat a feladatokat, amit kell? Hát van olyan, de azért... Vagy azért olyat már nem visznek, olyat hát még igen, nem visznek igen, azért nem, de ha van olyan, akkor már én is tapasztaltam, és saját magam bementem a körbe, és segítettem a kutya gazdájának, hogy na, akkor nézzük, és mondjuk én bárhol szívesen segítek bárkinek. Milyen kutyákkal neveztek, tehát túlig esetleg? Tehát mi, például volt-e valami különleges kutya? Hát volt. Volt mindenféle kínai mesztelentű, kínai szőrös, akkor ugye nagyon sok magyar fajta, nagyon sok szép kutya volt. Ezt nem is tudom most elsorolni, mert azért ez egy két napba is kerülhetne, lehet, hogy ezt fajtánként felsoroljam, hogy na, mégis milyen. Hozott nekünk Ica néni különböző lapokat, ezek miről szólnak, milyen jelentősége volt ezeknek a versenyen? Hát ezt azért hoztam el, hogy ugye hogy a bírálati lapok, ugye mert rajta van, hogy ugye rajta van, hogy a, ugye ez egy veterán osztályos, ez az én német dog kutyám volt, rajta van a kutya neve, mikor született,
a törzskönyvi száma, a tulajdonos, tenyésztő, és akkor ugye itt vannak a, itt vannak a, az eredmények, hogy a kitűnő egy, cac, fajta győztes, és akkor a bíró úr aláírta, és akkor itt vannak a kitűnő kártya hozzá, a cacos kártya, és akkor a fajta győztes kártya, és akkor ezt a fajta győztes zsinót kaptuk vele, a fajta győztesekkel. Az jutott most eszembe, hogy hogy mondják, fajtiszta vagy fajta tiszta kutya? Vagy mindegy, hogy melyiket használjuk? Tehát gyakorlatilag csak olyan kutyával lehet benevezni? Tehát magyarul korcskutyákkal lehet egy ilyen versenyre nevezni? Hát van, ahol, van olyan kiállítás, ahol lehet nevezni keverékekkel, és akkor a fajtiszta törzskönyv nélküli kutyákkal. Csak ugye most mink erről nem, vezetőség nem döntött úgy, hogy na, itt is legyenek. Mert voltam már olyan kiállításon, hogy például Tiszafüreden, ugye oda is átjártak hozzám a kutyaiskolámba, Füzesgyarmatról, egy nagyon szép német juhásszal, és Tiszafüreden fölvezettük. És én vezettem föl egy ilyen fajta tiszta törzskönyv nélkülibe, és megnyertük a második helyet vele, mert annyira szép és ügyes volt. Éca néni nagyon sok serleget hozott el nekünk. Kezdjük talán onnan, hogy milyen kutyákkal indultak önök, tehát a család ezen a versenyen. Hát végül is akkor lehet, hogy én inkább abban kezdeném, hogy hogy is kezdődött, ugye, mert péntek délután már ugye megkezdtük a körnek a felépítését, és ugye erre is na, voltak segítségek. Hát elmondom, hogy Tóth Imre a kis járművével ő szívesen felajánlta, mivel nekünk jó barátunk, hogy a Szivárvány úti kutyaiskolából kihozta a sátrat, asztalt, széket, a dobogót, amire ugye a győztes kutyák felállnak, ugye akkor a Ferenci Sándor a férjemmel együtt, és akkor itt ragadom meg az alkalmat, hogy Ferenci Andrea, Csilla és a kis unokáim is kint voltak, ők is szaladgáltak, ott vitték a kis karókat, segítettek leszúrni, és akkor ebbe volt egy pár tagunk, aki segített, voltak Poharánszki Józsi, akkor a Pap János fiastól, akkor a Viki, aki kijárnak a Szivárvány úti kutyaiskolába, a Gabi párjával, úgyhogy nekik szeretném megköszönni ezt a segítséget, amit nyújtottak, hogy a kiállításunk részvevői legyenek. Mondjuk ez volt pénteken, és akkor szombaton reggel kezdődött, én saját jó magam a utcai táblákat, az útjelző táblákat kitettem mindenhova, mert 5-6 elindultam otthonról, hogy a kiállítókat segítsen bele, hogy oda találjanak. Hát végül is nagyon jó visszajelzések voltak, mert megkérdeztem, utána szétmentem oda a kiállítókhoz, na mind hogy van, és azt mondták, hogy de a kalappal, csak gratulálni tudnak az egyesületnek, mert nagyon szépen és jól meg volt szervezve, úgyhogy nem volt akadálymentes. És akkor itt kezdődtek, ugye jöttek a bíróurak, ugye fogadtuk őket, erre is voltak ugye a konyhába hölgyek, a Julcsi, a Zsuzsi, meg a Vikike, ők voltak megbízva, hogy fogadják a bíróurakat, meg Kundé Mónika, ugye ők akkor reggeliztették őket, kávézt, hát ugye ahogy ez rendesen van, ugye, ugye bírói fogadás, és akkor utána 10 órakor elkezdődtek a bírálatok, voltak körökbe, ugye 100-100 kutya volt egy-egy körbe. Az egyik körbe, mint ugye vizsgázott rendtitkára Ferenci Andrea lányom, ő írt az egyik bíró úrnak, ő nekik 100 kutyáik volt, a Mándi Katával együtt, ő a Mircskének az óvónénie. Nagyon szépen lezajlottak a bírálatok, akkor a másik körbe, ugye ott is 100 kutya volt, ott is Márkus Angéla, meg Kerekes László, ő egy vidéki kutyatulajdonos jött és kiállítónak, de felajánlta, hogy ő is segít szívesen, úgyhogy őnek is köszönjük szépen. És akkor a többi írnokok, ők ugye jöttek Budapestről. Őket ugye nem tudom azért név szerint, mert ugye, az, ugye ők jöttek. Az irodát csinálta Ibolya meg a párja, ők is Budapestről jöttek, úgyhogy nagyon szépen, zökkenőmentesen mentek a dolgok. Hát végül is nagyon boldogok vagyunk, mert nagyon sok szép díjazást kaptunk. Akkor itt megragadom az alkalmat, hogy a Huse kutyatápos támogatta a kiállításunkat, és akkor még Poharánszki Józsefnénak megköszönni, mert ő meg ugye segített a ponzorokat, ugye voltak gyerekkutyapárok,
akkor voltak fiatal felvezetők, és ugye ő nekik az ajándékokat, meg ugye a szenior, meg minden, úgyhogy Edithkének is nagyon sokat köszönhetünk, és akkor itt az egyesületünk belül meg is köszönjük neki, úgyhogy köszönjük szépen. És akkor itt kezdődtek a bírálatok. Hát nagyon sok szép kutya volt, itt akkor most el is mondom, hogy én, mint ugye kiképző, meg kutya tenyésztő, meg hát szóval a kutyaiskola vezetője, hát mi neveztünk egy erdei koppót, egy német dogot, és egy német juhászt. Az erdei koppónk az már nagyon szép eredményeket értek el, úgyhogy már ő junior champion, 14 hónapos korában tavaly el is érte, minden kiállításról ugye győztesen jövünk haza, mint ahogy most is az Omékon is, ugye fölmentünk Budapestre, ott is ugye Karcak kutya győztese lett, és akkor most is kitűnő vécac címet kapott, akkor a német dogomat, ugye 9 és fél éves veteránba vezettem föl, a bíró úr nagyon megdicsért vele, mert azt mondta, hogy szóval korához képest nagyon szép, de mondtam is a bíró úrnak, hogy igen, ez a kutya másnap lovasnapon fogja ugrani az akadályokat, meg ugye ő sportos kutya, és ő is kitűnő egy cac és fajta győztes címet kapott. Akkor a német juhászunk, ő 16 hónapos, már ő is junior champion, ő is kitűnő egy cac, és akkor a legszebb ellenkező nemű szuka címet kapta meg, ami azt jelenti, hogy bos. Itt van a zsinór vele, mert ez a bos kutyának a zsinórja. A fajta győztesé az aranyszínű, mint ahogy már az előbb mutattam, és akkor ez meg a bos. Ugye ezeket így kapták a kutyák. Tehát akkor jól sikerült úgy értékelni, mind szervezésileg, mind akkor saját családjának az eredményeit tekintve is ez egy sikeres kiállítás volt, és akkor egy picit már csatolt Ica néni arra, hogy vasárnap ugye bemutatót tartottak a lovas napon, az hogy sikerült, mekkora volt az érdeklődés. De még mondjuk a kiállítást, hogy lezárjuk, igen? Még ehhez tudok mondani, mert végül is megmutatni, mert a igen? fajta győztes serleget, minden fajta győztes kutya ilyen serleget kapott, akik ugye itt voltak. Akkor volt ilyen, hogy senior handler felvezetés. A német juhászommal indultam, második helyezést értem el. Akkor mivel, hogy veterán kutya volt a német dogom, hogy ugye elmondtam, 9 és fél éves, a veterán Bisbe, harmadik helyezést értem el a dogommal. Hát voltunk, vagy 12-en benne szerintem, és akkor... Gratulálunk, azért szép akkor ez szép eredmény, igen. És akkor volt olyan, hogy Karcag legszebb kutyája. A Karcag legszebb kutyája az erdélyi koppót, meg ítélték el, azt ugye Ferenci Andika tulajdona, úgyhogy Andika nyerte a harmadik helyet, a második helyet Máki Klára a Mudiával, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy azért karcagi kiállításon két karcagi magyar fajta kutya benne volt az nyerte. Első igen, ugye, első, ugye második és harmadik helyezettek voltak. És akkor még, amit ugye most elkezdem a BIS, ugye hogy kezdődtek a BIS-ek, ugye már itt nagyjából elmondtam, na a gyerekkutya pár még, ami ugye érint minket. A két kis unokám benevezett gyerekkutyapárba az erdélyi koppóval, az egyik ismerősünk ideadta a Bencének a erdélyi koppóját, ugye Mircsike meg a sajátunkkal ment, és akkor nagyon örültek neki. Ugye 4 évesek elmúltak, és ugye a gyerekkutyapárba indultak, és kaptak egy-egy ilyen kis érmet, meg kis ajándékokat. Hát mondjuk azt most nem hoztam már ide el, de az, hogy azért 4 évesen elindulnak, és na mondjuk szülői segítséggel, de azért nagyon boldogok voltak. Nem baj, mert kaptak, legalább megvan az utánpótlás, mert akkor lehet látni, hogy ők is ezzel is fognak majd foglalkozni, hogyha érmet, nagyok lesznek. És akkor itt ugye vége lett a kiállításoknak, és ugyanúgy akkor, ahogy már itt elmondtam, ugyanúgy jött a Tóth Imre 5 órára, akkor délután a kiállítás során, mi meg azért úgy egy páran, amiket már ugye elsoroltam, hogy kik voltak a segítségek, összepakoltuk a sátrakat, köröket, mindent, és akkor ugye Imre visszaszállította a kis járművével, Tóth Imre, úgyhogy nagyon szépen megköszönjük neki a lelkismeretes munkáját. Tehát akkor voltak segítők, és igen, akkor vasárnap meg volt egy kutya bemutató a lovasnapon. Segítőknek, akkor a bírói karnak,
Fülöp Norbát elnök úrnak, meg akkor tényleg akik segítettek, Cseppendő Lajos, meg ugye akkor a Karcagi Kutyaiskola kis csoportjainak, úgyhogy nagyon szépen megköszönöm a kiállítási munkájukat, meg további jó egészséget kívánok a Karcagi Egyesületnek. És akkor itt mondom el, ugye, hogy a hétvégünk forgalmas volt, mert másnap, ugye mi lovasnapra kaptunk meghívást, és akkor kimentünk. 11 órakor volt az első bemutatónk. Végül is a 11 óránsira egy őrzővédő bemutatót szerveztem be, mert úgy tettem, hogy már egy kicsit legyen azért hangulatosabb, hogy nem mindig az ügyességi részét látják, és akkor egy kedves ismerősünk eljött, és ő segített meg fogatni a kutyákat. Hát ebben volt egyes fogatás, kettes fogatás, végül is föl van az interneten, ugye ott meg lehet nézni, hogy azért ilyennel is nagyon tetszett a nézőknek, sokan odajöttek, hogy azért, ugye, hogy ilyen kis őrzővédő, ugye csibészkart fogtak. Tehát hát igen, változatosság igen, mert látványos volt. Azért. Igen. Én ugye szeretem, én munkakutyás vagyok, én járok, mint ahogy már mondtam máskor is munkaversenyekre. Most is voltunk az idén, Szegváron is, Dobermannal, Német Juhásszal. Hát én szeretem a munka részét. És akkor délután meg volt a ügyességi része, ügyességi bemutató. Ugye ott is a családommal vettünk részt, ott is kint voltak az unokák, ugye fogták a pórász végét, még Bencuska fel is ült a pónira, lovagolt is, úgyhogy nagyon jó zajlott el a másik nap is, úgyhogy forgalmas hétvégénk volt, de köszönjük szépen a meghívást mindenkinek, mert szóval ez az életünk, ezt szeretjük, és akkor itten, mint ahogy már sokszor elmondtam, hogy a Ferenci család, mint ahogy most is ugye látszott, hogy az egy igazi kutyás család, és akkor ennek a bemutatónak a keretébe kaptam ezt a szép sárleget a bemutatóért, amit ugye a művelődési háznak, meg Szepesi Tibor igazgató úrnak, úgyhogy nagyon szépen megköszönjük a megtisztelő, hogy ebben a szép sárleggel megjutalmazott. Köszönjük szépen, hiszen én, hogy eljött hozzánk és beszámolt erről a forgalmas hétvégéről, és további sok sikert kívánunk. Hát köszönjük, nagyon szépen, hogy itt volt. Köszönöm. További jó egészséget kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen, kedves nézőim, mert megköszönöm a figyelmüket, viszontlátásra. Kedves nézőim, mára megköszönöm figyelmüket, maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása. Jövő heti viszontlátásra mindenkinek!